Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Városi Televízió megkezdi rendszeres adásait Szombathelyen. 1990. február 5-én sugározta első adását a Szombathelyi Televízió. Ezzel a negyed évszázados beköszönéssel indult a gála műsor is, amelyre hosszú hetekig készült a szerkesztőség. A jelenlévőket Lovas Tibor, a médiaközpont igazgatója köszöntötte, majd felolvasták Hende Csaba honvédelmi miniszter üdvözlő levelét. A független városi önkormányzati televízió megalakulása nem csak egy intézmény létrehozását jelentette. Azt is lehetővé tette, hogy egy új információs csatorna nyíljon meg számunkra. Puskás Tivadar polgármester a helyi televízió jelentőségéről beszélt. Igazság szerint az ember a helyi hírekre, a lokális hírekre igen-igen vágyik. Arra vágyik, amikor vége a napnak, megtudja az országos eseményeket, és megtudja a helyi eseményeket. Kocka Tibor alpolgármesterként és korábbi tévéigazgatóként mondott köszöntőt. Mint egy két évvel ezelőtt a Szombathelyi Televízióból Szombathelyi Médiaközponttá váltunk. Én úgy gondolom és úgy hiszem, hogy a helyi televíziózás számára ez az egyetlen lehetőség és út, hogy továbbra is meghatározó szerepet töltessenek be. A műsorban régi tévések, produkciói, korábbi igazgatók, múltidéző beszélgetései szórakoztatták a közönséget. Előkerültek humoros anekdoták, történetek, volt Baki parádé, az Álhíradóban pedig vidám oldalukról mutatkoztak be a helyi hírek. A Forrásvíz Kft. Szakemberei ismét tiszta vizet öntöttek a pohárba, miután a vízórák elütötték a déli 12-t. Ma már csupán egyetlen munkatársa van a szerkesztőségnek, aki a kezdetektől a Szombathelyi Televízió csapatának tagja, Tóth Balázs korábbi műszaki vezető, vágó, akit Lovas Tibor köszöntött a színpadon. A gála egyben premier is volt, itt mutatták be először a külön erre az alkalomra készült Megváltozom című klippet, amelyben Horváth Zoltán és Bartók Zoltán egykori SZTV-sek énekeltek. A gála nagy siker volt. Az jutott eszembe, hogy úristen, mit tettem, hogy ez lett belőle. Tetszett, jó volt, nagyon jó volt látni. Óriási élmény volt, hatalmas izgalom előzte meg, mert legutoljára 12 évvel ezelőtt voltam képernyő előtt, de olyan volt, mintha tegnap lett volna. Ugyanúgy bolondoztunk a színfalak mögött, tehát óriási élmény volt. Nekem nagyon jó volt visszaidézni ezeket a régi időket, és tényleg látni azokat az arcokat, akikkel én is kezdtem annó a tévézést. Bár én aztán nem a tévénél maradtam, de egy nagyon jó műhely volt, és nagyon sokat lehetett tanulni. A gálát a szombat helyiek mellett a Vasvári és a Szent Gotthárdi nézők is élőben nyomon követhették. Az ismétlést többször is műsorunkra tűzzük. Aki lemaradt róla, legközelebb szombaton 18 órától láthatja a születésnapi összeállítást.